reggelt kívánok, kedves nézőink! Ezúttal a múlt héttel ellentétben nem a zord reggeli erős fagy indítja a napunkat, hanem a párásság és a foltokban köd. Ugyanakkor napközben nagyon kellemes napos időre készülhetünk, hiszen a pára és a köd megszűnik, rétegfelhős terület inkább csak az Észak-Alföldön, illetve az északi középhegység térségében fordulhat elő, de az ország nagy részére tehát a több órás napsütés lesz a jellemző csapadék nélkül, a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg a szél, délután pedig általában 5 és 10 fok között váltakozik a legmagasabb hőmérséklet. És a folytatásban is marad a csendesebb téli időjárás, a hét legvégére péntektől kezdődően érkezhetnek vagy érhetik el térségünket frontok, ezáltal kissé változékonyabb lesz a hétvége, de hideg időjárás egyelőre nem tér vissza, a hétvégén változékony, szelesebb időben lesz részünk, itt-ott kis mennyiségű csapadék kíséretében, de azért még a hétvégén is bízhatunk napsütésben is. Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!